közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőványák üregében. Mi a véleménye a 13. osztályról? Én őket már 5 éve tanítom, és azt gondolom, hogy elsőskorútól kezdve mindig jókedélyű és rendesen dolgozó társaság volt. Kicsit vegyesek, tehát van közöttük olyan, aki kicsit lustább, a másik fele meg nagyon-nagyon akar. Lelkesek, szorgalmasak, de hát minden osztályban vegyes. Az 5 éve a hihetetlenül a szívemhez nőttek, úgyhogy nagyon fogom sajnálni, hogy ez az év véget ér és végleg elbúcsúzunk. Emellett szorgalmasak voltak, tulajdonképpen mondhatjuk így, tanultak, csinálták a dolgokat, volt néhány esetben probléma is, de ezeket áthidaltuk, és nagyon szeretek velük lenni, imádom, hogy nagyon jókat tudunk együtt nevetni. Rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler. Fadombori osztálykirándulás is fantasztikusan sikerült szerintem. Mindegyik osztálykirándulást szerettem, leginkább talán, ha ki kéne emelni egyet, az a fadombori evezős túra volt, amit azért szeretek így különösen, mert hogy akkor úgy éreztem, hogy mindenki megtalálta azt az elfoglaltságot, amit szívesen csinált. She said, try me. I thought, I'm gonna wait pretty soon. In the middle of a Sunday afternoon, just dreaming. And it was warm in the back of a van. Well, she made me a real man. She made me cry. She made me cry. Oh, she made me Kikopogj! Kikopogj el lővést, az méltatlan mondod. Na, mondjátok picikém, mit akartok? Jó napot kívánok, igazgatóim! Jöjjön gyorsan az osztályban, mert történt egy kis probléma. Inspector Gadget.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shed. Miért állhatott érdekében az osztálynak az igazgatőnője a rablása? Hát gondolkodtam ezen. Ők ezt nem tudják, de én egyszer felvettem a röplabda játékukat, és megmutattam az igazgatót. Hát egyetlen egy dolgot tudok elképzelni. Nyilván erőszakos úton nyomást akarnak gyakorolni az igazgatónőre, hogy magasabb óraszámban tanulhassák az utánuk következő nyelvi osztályok a fizikát, matematikát és informatikát. Más érdeket nem tudok elképzelni ezen kívül. Hát véleményem szerint végre ki akarják harcolni maguknak az állandó kilépőt. Hát erre több verzió is van. Egyrészt szerintem a kóborpácát megtévesztő, hogy ez az első cél. De lehet, hogy így akarnak pénzt gyűjteni majd a ballagás költségének fedelésére. Legemlékezetesebb dolog az osztályra? Hát szerintem a legemlékezetesebb. Jó, jaj, mit mondjak? Nem tudom! Egy, kettő, három. Mikor indítod? Legbüszkébb. Az én vagyok. Hát a 9. osztály kirándulás. Nagyon jó. Annyira emlékezetes volt, hogy jövőre már nem is tudom. Milyen kapcsolatban álltak az igazgatónővel? És emlékeztem. Testi lelki. Mi volt a legemlékezetesebb élményed a 4 év során? Ja, azon kevés osztályok közé tartoztak, akik ahogy teltek az évek, nem egyre rosszabbak lettek, hanem egyre jobbak. És ezt komolyan mondom. És hát az, hogy olyan nagyszerű egyéniségek is időnként bejártak az órára, mint mondjuk Szomor Gábor, vagy Müllerik Feri, vagy Dornos Barbara, ez igazán megtisztelő, és mély és örök emléket hagyott benne.